Magyarország lakosságának száma 2022. január 1-én 9.689.000 volt, mondta el Kovács Marcell, a KSH munkatársa, aki szerint hamarosan kiderül, hogy az elmúlt időszakban ez mennyit változott a valóságban. Október 1-én indult el Magyarországon a népszámlálás. Az első körben október 1-e és 19-e között bárki online kitölthette a kérdőíveket, amelyeket a KSH legfrissebb adatai szerint közel 7 millióan meg is tettek. Azokat az ingatlanokat, ahonnan nem érkeztek válaszok, október 20-a és november 20-a között számláló biztosok keresték fel. Ők mindenhova mentek, ahol nem találtak otthon senkit, akkor bedobtak egy értesítést a postaládába, ahol leírták, hogy mikor jönnek legközelebb, telefonszámukat megadták, fel lehetett őket hívni, lehetett időpontot egyeztetni, és legalább háromszor mentek mindenhova, úgyhogy ez kellett ahhoz, hogy sok esetben ugye, hogy találjanak olyan időpontot, ami mindenkinek alkalmas, és akkor el lehetett végezni ezt a körülbelül fél órás feladatot. A számláló biztosi időszak lezárása után a KSH adatai alapján már 9,2 millió személyi kérdőív érkezett be a népszámlálás rendszerébe. Azok, akik sem online, sem a számláló biztosok segítségével nem vettek részt a népszámlálásban, november 21-től 28-áig az adott település jegyzőjénél tudnak eleget tenni állampolgári kötelezettségüknek. A pótösszeíráson való részvétel továbbra is ingyenes. És hétfőig van még lehetőség azoknak, akik eddig nem töltöttek ki kérdőívet polgármesteri hivatalba befáradva kitölteni a kérdőíveket. A népszámlálásnak a honlapján, népszámlálás2022.hu honlapon, ott a pótösszeírás menüpontban van egy táblázat egyébként, ahol nyomon lehet követni, hogy az egyes településeken a polgármesteri hivatalok milyen ügyfélfogadási idővel fogadják a népszámlálási kérdőívet kitöltőket a hétvégén is, és mondom egészen jövő hét hétfőig. Kovács Marcell azt mondta, mivel a népszámlálásban való részvétel állampolgári kötelezettség, így annak megtagadása törvénysértésnek minősül, és közigazgatási bírságot vonhat maga után. Ennek összege akár 200.000 forint is lehet. A szakember hozzátette, 10 évente van ilyen léptékű statisztikai felmérés az országban, és a lakosság döntő többsége együttműködő. A szakember szerint a népszámlálás eredményeként létrejövő adatmennyiségből számtalan összefüggés kiolvasható a jövőben a különböző tudományterületek számára, de ezek közül is jelenleg kiemelten fontos a háztartások energetikai körülményeinek megismerése.